Következő dolog szintén jidis nyelven hangzik el az előadásomban. Dos Kelvel, a borjú, a kis borjú, de mindenki csak úgy ismeri, szerintem még önöknek is ismerős lesz a refrén, ha igen, akkor énekeljük együtt, mert nagyon egyszerű. Úgy ismerik, hogy Donald, és valamiért ez a nagyon egyszerű kis dalossal szintén, hát vissza kell térnem megint a Shoah szörnyűségbe, ami történt a népünkkel, hogy ez a valami arról szól, hogy a kis borjú várja a sorsát, hogy elviszi a sakterbe, akkor vagy bőlére, hogy a gyűjt, és levárják, és fölötte vidám egy pecske, madárka, kőről és asszimitelének, hogy milyen ügye vagy, hogy nincsenek szárnyai, nem tudsz repülni, ezért az lesz a sorsod, ami miért nincsenek szárnyai, miért nem tudsz repülni, akkor olyan boldog és szabad lehet, mint én. Ez a szegény borzsúcsa azok lehető válja meg a sorsát. Hát a mi népünknek is gyakran feltették ezt a kérdését, hát vártak a sorsunkat, és hát erre nem lehet egyetlenül válaszolni. Sokan elmesélték, hogy amikor hajtották őket mondjuk a Dunapartra, és megkérdezte az unoka, megkérdezte a nagyszülőt, és hány voltatok ott ma? Hát három, és hány kísértetek titeket fegyverre? 80. Tehát, hogy ezek megfejthetetlen dolgok, hogy hogyan tölik meg az emberi akarat, hogy gyakorlatilag teljesen elvisz az ellenállás képességet. Ez nem teljesen volt így, de sajnos, és sajnos az egész történetet, azt hiszem ez a dolog, ez jelenti, és ez ebben a számban, a Kelvel benne van, és még egyszer, ha úgy gondolják, hogy én tegyek velem, első hallásra, és már következés hálózat fogja hallani. Thank you.
előadni, és se Ibon, be is a Mikdás, ami egyébként már elhangzott már egyszer, hogy akkor, amikor legyen meg a te akaratod, és épüljön fel a szentély jelenlemben, ezt hallgatjuk meg akkor két hangra. Oh,
Thank you.
te nyugodtan jössz az ebéd.